Hello srácok, én nem vagyok, ez pedig itt egy újabb tarkos videó. Ebben a videóban a Mechaniknek a Gunsmith sorozatának az utolsó részével fogunk foglalkozni, tehát a 22. résszel. A küldetés sorozat utolsó részében egy M4A1-et kell átépítenünk. A felépítést amúgy érdemes teljesen a nulláról kezdeni, ezért érdemes Mechaniktól megvenni magát a csupasz M4A1-et. Hogyha van felesleges M4-etek, akkor azt teljesen szedjétek darabokra és nulláról kezdjük az építést. Ezek pedig azok az alkatrészek, amik kellenek nekünk az átépítéshez. Értelemszerűen, hogyha csupasz M4A1-et vesztek, akkor ugye az kell az Upper Require, kell még ugye a Charging Handle, és innentől kezdve már csak ugye azokat az itemeket kell megvenni, amik ugye a listán is szerepelnek. A 60-as tárral kapcsolatban teljesen mindegy, hogy melyiket veszitek, bármelyikkel működik a build. Viszont, hogyha nincs egyiből se felesleges darabotok, akkor például a Sunfire-öset sokkal olcsóbban tudjátok kibarterelni. Ugye a következő dolog, ahol oda kell figyelnünk, az a 260 mm-es cső. Ugye két barter opciótok van, hiszen nem muszáj ezt megvenni free marketen 50-60 ezer rubelért. Mechaniktól ki tudjátok barterelni az itemet pár darab dobott cigiért, peacekeepernél pedig két darab törött broken LCD kijelzőért. Ugye a küldetésnek a leghúzósabb része az nem más, mint a thermoscope. Ugye a Reaper scope-ot alapvetően már nem lehet megvenni a játékba, tehát csak barterelni lehet, és hát ebben az esetben jelenleg csak skill-től tudjátok kibarterelni, viszont itt a barterelés is majdnem olyan 600-700 rubelnél áll meg. Ebből a thermoscope-ból amúgy már van a raktáratokban, hogyha megöltétek szanitárt, vagy hogyha ugye megcsináltatok a mechanikus küldetést. Ugye a scope-hoz még meg kell vennünk Jägertől a D-lock-os mountot, és a scope-hoz tartozó kis filléres eye-cupot. A többi alkatrészt meg igazából filléres dolog, hiszen például ott van a silencer, amit csak lootolni lehet ugye raiden belül, ezért filémelket nem tudjátok csak megvenni, és mivel ez nem egy meta silencer, ezért elég jó olcsón adják. Ha pedig minden alkatrészünk megvan, össze is építhetjük a fegyvert. Ahogy láthatjátok is, le van teljesen csupaszítva, ugye az M4 és erre szépen rá lehet húzni az új itemeket, és miután minden itemet ráhúztatok, már meg is jelenik alul a sarokba a kis sárga pipa, és levírjátok adni Mechaniknak. Az alkatrészek teljes listáját pedig még egyszer megtaláljátok a videónak a leírásában. Én pedig köszönöm szépen a figyelmet, és találkozunk a legközelebbi videóban, sziasztok!